Szeretettel üdvözlök mindenkit a kiállítás alkalmából. I'm greeting everybody and welcoming everybody here on this exhibition. Rév István, a Nyílt Társadalom Archívum igazgatója és a galériának az igazgatója nem tud jelen lenni, és engem kért meg, hogy megnyissam. Klanicai Gábor vagyok, a Kollégium Budapest rektora és középkorral foglalkozó történész. Felvetődhet a gondolom az itt jelenlevőkben, hogy hogyan kerül egy középkor történész egy ilyen művészeti, illetve történeti, a közelmúlt történetével foglalkozó kiállítás megnyitójához. Erre azt tudnám mondani legelőször is, lehet, hogy ez poénkodásnak hangzik, de tény, hogy Galántai György, sógorom, és a Klanicai Júliával együtt folytatott vállalkozásukat, tehát azt, amit az elmúlt évtizedekben részben üldöztetés körülményei között, részben azután nagy közérdeklődés közepette csináltak, azt nagyon közelről láthattam, tanúja voltam ennek az elmúlt évtizedekben, ezért nagyon sok mindent el tudnék mondani róla, amit közelről lát az ember. Persze most nem a tanú visszaemlékezését szeretném elmondani, hanem inkább egy picit történészként viszonyulni ehhez az anyaghoz, de ez a történészként való viszonyulás is egy olyan fajta viszony, amit a közelmúlt történetével kapcsolatban most nagyon sokan átélnek, tehát egy nagyon próbára kell tennünk az emlékezetünket, a történészi értékelő képességünket, hogy valami pontos értelmezést mondjunk erről a kiállításról. A megnyitomban ezeket az értelmezéseket, vagy legalábbis néhány kezdetleges értelmezést próbálok erről elmondani. Mindenek előtt azonban élek azzal a lehetőséggel, hogy itt áll mellettem Galántai György. Galántai György, akinek a részben a kezdeményezésére született kiállítás van itt kiállítva, részben a róla született titkosrendőri megfigyelések, és azok részletesen egy nagyon furcsa alkalommal vagyunk itt, tulajdonképpen a történelem úgy van dokumentálva, hogy egyszerre háromféle nézőpontból jelenik meg itt maga a művész kezdeményezése, a róla jelentéseket készítő megfigyelő, illetve az a kontextus tulajdonképpen, ami ellen ezek a műalkotások tiltakoztak, és a művészeket is itt látom nagyon szép számban, és azután egy olyan archívumnak a dokumentációja, amelyik emellé megpróbálta háttérként odahelyezni azt, ami a hivatalos országimás volt abban az időben. Galántai Györgyöt nem kell bemutatni ebből az alkalomból, de illik mégis mondani két-három szót, mielőtt átadnám neki a szót, hogy személyesen vezesse be a kiállítást, illetve még ezt először angolul is el kell majd mondanom néhány szóban, és utána adom át a szót. Mindenesetre azt megjegyezném, hogy Galántai György életében több ilyen nagyon jelentős szervező munkát végzett, a legfontosabb a Balatonboglári Kápolnatár, amelyik a magyarországi művészeti underground tevékenységét a 60-as, 70-es években azt lehet mondani, hogy egy olyan lehetőséghez és egy olyan összejöveteli, olyan megnyilvánulási, olyan együttműködési lehetőséghez juttatta, ami azóta is legendás. Ezután egy komoly üldöztetés következett, és ebből, amikor valamennyire ismét összeszedte magát a Gyuri, akkor nem a magánélet felé fordult, hanem egy újabb szervezkedés felé. Ennek volt a megnyilvánulása, az az Artpool archívum, amelyik mostanáig működik, és amelyikből egy múzeum, egy kiállítóterem lett, és ennek az egyik tevékenysége volt az is, ami a hatóságok figyelmét felkeltette, ez a bizonyos aktuális levél, vagy art letter, vagy AL röviden. Ennek nyomán kezdődött meg 1979-ben az a rendőrségi megfigyelés, itt idézek egy szép idézetet, hogy Galántai György párton kívüli festőművész, második kerület Frankele utca 68B szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és akadályozására elindítottak egy komolyabb rendőri akciót. Ennek a rendőri akciónak egy része ez a megfigyelés is. Ezt sejtettük akkoriban azok az emberek, akik a környékén voltak Gyurinak, de az, hogy ez milyen kiterjedt megfigyelés volt, és milyen részletes, és milyen közeljövő, ezt nem tudta senki, tehát ebből a szempontból megrendítő a történeti hivatal dokumentumait áttanulmányozni. Ennek nyomán lett azután több olyan akció, minden esetre ebben a
feszült és ugyanakkor romantikus ellenzéki helyzetben, amihez vezetett ez az 1984-es kollektív kiállítás is, ez a kezdeményezés, amit a legjobb volna, hogyha Gyuri személyesen most bemutatna, miután röviden összefoglalom angolul is ezt. Let me welcome the guests here who don't speak Hungarian. I was asked, I'm Gábor Klanicai, professor of medieval studies. One might wonder what I have to do here in an exhibition, at an opening of an exhibition, which is about the near past. I could say that I am in two qualities, partly because a historian nowadays is very much interested in seeing what has happened in the near past, and historical interpretations have to be really put to test in understanding what was happening. But also I can say that I was a witness of all this, a very close witness, since the two persons who have arranged this exhibition many years ago in 1984, an exhibition which is now re-exhibited, an exhibition which to the occasion of 1984 tried to present an image of Hungary, is my brother-in-law and my sister Julia Klanicai, and I was living very much with them in those times. This was a kind of youth counterculture, artistic underground and oppositionary group of intellectuals and artists together, and our common life was very much part of all this that you see here, this type of artistic works. And I have now the good position to have here a privileged ensemble. On the one hand, we have the works of art and the artists themselves. Many of the artists are present here. We have here the person who has arranged the exhibition, György Galántai, and we have also here, you can see on the wall, the files of a secret police spy, actually a close friend who was spying on all these activities, and we have a detailed description which the persons of the arranging this exhibition at the Central Gallery translated. So I think that foreign students and foreigners have a privileged opportunity to see how detailed an observation secret police was doing, or an understanding report of somebody who knew about art, and how he interpreted these works of art which were meant to cause trouble, meant to criticize. And then at the back we have also an exhibition made by the gallery, an exhibition which was trying to present the image of 1984 as seen in the official press. So we have all this, and now I would like to give the word to György Galántai, and then later on I would like to turn back to the historical interpretation of it. About György Galántai, very briefly I should tell that he was one of the principal organizers of the underground artistic life in Hungary, and he had various important initiatives. The most important one was perhaps that he hired a chapel in Balatonboglár, and there in the beginning of the 1970s there were a number of exhibitions, clandestine exhibitions, which allowed a lot of the artistic underground to present their work, to come together, make also theater, and this legendary being together was finally stopped by the police. The chapel was closed, and there was a kind of harassment, I would say. I wouldn't say real persecution, because Galántai was not put in jail, but actually artistic underground was considered to be a political trouble in the 1970s. Later on in the late 70s, instead of turning to private life and only to artistic work, which he was certainly doing, he had another initiative which was partly resulting in an archive, the Art Pool Archive, also a kind of samizdat paper, an art letter or actual letter which was disseminated in the underground, and some collective actions, among these this exhibition where he asked a number of artists and friends to present
what they thought of Hungary in 1984, that is the Orwellian year. Did Orwell's prophecy come true or not? Now let me give the word to György Galántai. Köszöntök mindenkit, és örülök, hogy eljöttek. Nem a kiállításról szeretnék beszélni, hanem néhány mondatot szeretnék mondani egy-két ilyen véletlenről. A Krajnczeg Gábor említette az én előzményemet, a Balatonboglárt, és a Balatonboglár az 68 és 73 között volt. Tehát volt két olyan dátum, ami valahol a társadalmi folyamatokban, vagyis hát a politikában is fontos dátumok voltak. Aki nem ismeri, azoknak csak annyit mondanék, hogy ez az új gazdasági mechanizmus kezdete és vége, így durván vagy tulajdonképpen az a magyar történelmnek ez a szakasza, és pont ebbe a szakaszba esett bele a balatonboglári tevékenységem. Most nem azt mondom, hogy talán én tudtam volna, meg most így visszamenőleg vettem észre, tehát akkor tulajdonképpen nem tudtam, hogy most mihez kapcsolódnak az én dátumaim. Most ez a 84-es dátum, ez pedig megint nagyon érdekes dátum, ugyanis 84-ben változott meg, állítólag a képzőművészeti életben azt mondják, elkezdődött a rendszerváltás. Mert 84-ben került a Nérai Katalin a műcsarnok élére, és a Navik Lászlónak ott van egy levele, amiben hát ő, miután ez a botrány történt, hogy betiltották a kiállítást, és aztán következtek az atrocitások, azt nem akarom elmondani. Tehát tulajdonképpen a Mravik László leveléből kiderül, hogy 84, mint fordulatéve, azért volt nekem káros, mert nem tudott segíteni a pártközpontból engem. Tehát a Nérait kellett segítenie, hogy a műcsarnok élére kerüljön. Másik érdekesség, hogy a Nérai velem egyidős, tehát 41-ben született, mint én. Tehát nem várhattam rá, mert nagyon sokszor még ifjabb koromban vártam, hogy majd kihalnak az öregek, és akkor majd jobb lesz, és csak addig kell kitartani. De itt már az a helyzet, tehát 84-ben az a helyzet kezdődött el, tehát valamilyen váltás kezdődött, tehát kultúrában, ezt mindenképpen mondjuk el kell, hogy ismerjem. A másik dolog pedig, hogy ezt a kiállítást a Zsigmond Attila hivatala tiltotta be, aki szintén 1941-ben született, tehát már hárman voltunk, tehát vagyis, hogy én voltam a kisebbségben. Most ezek után mondjuk sok reményem nem lehetett, de azért továbbra is reménykedtem. Lényeg az, hogy ez az utolsó betiltott kiállítás volt, és tulajdonképpen semmiféle politikai indítatás nem volt benne, már részemről. Szóval én csak az ország képre voltam kíváncsi, tehát azért akartam, hogy ez a kiállítás legyen. Tehát a külföldről nézett ország és a belföldről nézett ország képére. Most ez a kiállítás. Most még egyet mondanék, és akkor befejeztem, hogy most pedig ez az első kiállítás, ennek a kiállításnak én azt a jelentőséget tulajdonítom, hogy ez az első olyan kiállítás az Artpoolnak, ami nagy tömegeknek készült. Ugyanis az Artpool 79 óta csak a kis közösség, csak a címlistánknak dolgoztunk. Tehát tulajdonképpen a mai napig undergroundban voltunk. Most ez az első alkalom, hogy kiléptünk a mondjuk szocializáció focipályájára. Most mi meglátjuk, hogy mi történik. Köszönöm. Just a very brief translation. So György Galántai was greeting the public and was expressing his happiness that so many people are here and are able to see this reconstructed exhibition. He told a few words also remembering history, because these years are history now, so remembering that the Balatonboglár Chapel exhibitions were in a period which actually started when a kind of new economic mechanism, the so-called new economic mechanism, was put in motion in Hungary and ended about in the period when this mechanism was also slowed down or terminated. Actually, there was a boom
liberalism or a little bit of post 68 liberalism in the early 70s in Hungary, which then came to an end. And this 1984 exhibit also has some historical references. Actually, this was the last forbidden exhibition in Hungary, and this exhibition coincided with the moment when a change started again. So there was this exhibition, of course, which and the prohibition was done under and cultural policies of Attila Zsigmond, who is the same age as György Galántai, and also another person of the same age, Katalin Nérai, was taking at that time the direction of the art exhibition hall, Műcsarnok, and that was also, at the same time when this was prohibited, there was a kind of liberalization and a tendency to open in the late 80s. Another thing which he wanted to say is that the Art Pool Gallery, the Art Pool Archive, has stayed in the underground practically until today. This is the first very open exhibition of the Art Pool Archive. They have smaller exhibitions, which was first in their flats, then in the archive, then now have they have a gallery too. But this is now a moment that with this last forbidden exhibition, they step into the open public. Most megint egy-két szóval. Csalódást kell keltenem, azt hitték már, hogy vége annak, amit mondani akarok, pedig éppen, hogy most szeretném még elmondani azt a történészi értelmezést, amit ehhez hozzá szeretnék fűzni. Nem leszek nagyon hosszú, de mégis egy-két gondolatot el szeretnék mondani, mert ez egy kivételes alkalom, és a kiállítás meg is érdemli azt, hogy foglalkozzanak vele. Megérdemelni azt is, hogy művészettörténész foglalkozzon vele, és elemezze a különböző műveket. Találunk itt jelentős alkotókat, itt csak egy valakit említenék meg, Erdély Miklóst, és nagyon szép, talán idézném is azt, hogy a titkos rendőrségi jelentésen is nagyon rafinált értelmezést mondanak erről, megpróbálják leírni azt, hogy Erdély Miklós munkáján átlátszó trükk fedezhető fel igénytelen rajzon fekete-fehér kivitelben háromosztatú zászló, nyilván a magyar háromszínű zászló látható. A mezőkben azonban egy közlekedési jelzőlámpa lencséit rajzolta be tilos, várj és szabad megjelöléssel. Ezek sem színesek, az egész rajz fekete-fehér, valószínűleg kopírpapír felhasználásával készült, alatta a felirat villanyrendőr. A háromszínű zászlót, mint az állam szimbólumát, a kevéssé fantáziadús nézők is könnyűszerrel kapcsolatba hozhatták a rendőr szóval, illetve a lámpa rajzával, így a munka jelentése Magyarország rendőrállam. Ez a jelentés nincsen közvetlenül kifejezve, így Erdély nyugodtan védekezhet azzal, hogy a rajz jelentése egészen más. Az adott közönség számára azonban a fenti jelentése egyértelmű. Ez csak érdemes ebbe belegondolni, egyrészt arra, hogy nem voltunk paranoiásak, amikor azt gondoltuk, hogy tényleg vannak emberek, akik nemhogy a kákán csomót keresnek, hanem mindenbe valamilyen módon megpróbálják beleolvasni, még azokat a politikai jelentéseket is, amik nem voltak benne. Azt hiszem, Erdély Miklós maga ezt egy kicsit túlzottan aktualizáló, illetve politizáló értelmezésnek tartaná. Mégis azt, hogy a művészet mennyire politika közelbe tudott kerülni egy ilyen alkalommal, nem fogok most részletesen végigmenni az Enkonu csoport, vagy más olyan alkotásokon, amelyek nagyon direkt módon politizálnak ebbe a kiállításba. Az minden esetre érdekes volt, és annyit érdemes erről. Bocsáss meg, hogy közbevágok. Ezek az zászlók eredeti értelmei, tehát a színeknek. Hangosabban. Tehát a zászló, akkor bocsánat, hogy így beleszóltam, döbbenten láttam, augusztus 20-án tudtam, én nem foglalkoztam ilyesmivel, hogy a zászló színeinek a jelentése, a piros az erő, a fehér az hűség, a zöld az remény. Aztán megnéztem a webben is, hogy tényleg igaz-e, hát ha eltévesztették volna, és tényleg nem. Beke László integet, hogy nem. A zászló színeinek nem ez a jelentés. Nem? Nem ez? Jó, akkor majd megbeszéljük utána. Mindenesetre Erdély Miklóssal egybevág, csak azért szóltam bele, mert ez egy döbbenetes észrevétel volt részemre, ugyanis az erő Erdély Miklósnál tilos, a hűség Erdély Miklósnál várj, és a remény Erdély Miklósnál szabad.
very briefly for the foreigners, we are talking about comparing the works of art with the comments made by the secret police. And actually, it is very interesting and illuminating that these secret police comments, or the comments of the person who gave the report of the exhibition, are going very far in interpreting the political meaning of these works of art. I wouldn't say that it is a learned interpretation. It is a rather simplist, rather direct interpretation, reading political things into it even to a greater extent than there were. But it shows very well how much this had some political significance. And we were debating about the flag of Miklós Erdély. Please read the English translation. I don't have it in hand, but it is described in one of the reports. Ilyen makaroni nyelven fogom mondani, hogy ne kelljen túl sokat mondani egyik vagy másik nyelven. Két gondolatsort szeretnék még elmondani. Az egyik gondolatsor az az, hogy itt tulajdonképpen, amikor ezzel találkozunk, ezzel a művészettel és ezekkel a jelentésekkel, sőt azokkal a képekkel, amik mögöttünk vannak, és itt újra meg újra ezzel a három világgal, három különböző világgal, akkor azt kell látni, hogy már nagyon távol van ez a kor tőlünk. Nekem legalábbis ez volt az első élményem. Én láttam ezeket az újságokat, láttam ezt a kiállítást, ott is voltam, amikor ez volt. Emlékszem arra az izgatott beszélgetésre, az utána való iszogatásokra. Nagyon tetszett az egész esemény nekünk, noha nagyon fel voltunk háborodva, de úgy éreztük, hogy a frontvonalban vagyunk. Én nem állítottam ki, de mondjuk ez egy társasági kommentár. A titkos rendőri jelentéseket is már jó néhány éve ismerjük és olvassuk, és már az első döbbenet után már valahogy ez az egész kezd rendszerbe rendeződni. Nagyon sokat lehet erről elmélkedni, és elmélkednek is manapság, hogy milyen furcsa dolog, hogy ebben a millióban milyen sokan nem érezhették magukat biztonságban, hogy mennyivel nagyobb volt az ereje vagy az energiája ennek a megfigyelésnek, mint ezt sejthettük. És azt lehet mondani, hogy így utólag ezeket a dolgokat egymás mellé téve a történész tulajdonképpen és a kiállító is egy olyan valóságot állít ki, amely ezekben a különböző nézetekben akkor így nem volt látható. Tehát minthogyha okosabbak lennénk ma. I have two comments as a historian. My first comment is that of just of the look of the historian, that this is a distant past already, although it had been only about now 17 years ago. Well, it's quite a time, 17 years. But still, if you look at these pictures of the press, for example, I have been reading those journals, I have seen these paintings, I have seen those television programs which are there on the videos, I have been present at the exhibition, I remember that excitement then, and I have seen such reports also for several years. But to put them like this together, to see the interrelationship of these, to see a culture where one was organizing a sophisticated artistic rebellion and bringing a group together. The other was spying around them. The third was just sort of obscuring all this underground reality by that type of public image of Hungary. We might say that we have here an exhibition which presents a kind of image which is that of the authentic image of the historian, something which the person living then couldn't see, but we are able to see now. De most azt szeretném mondani, és ez az utolsó gondolatmenet, hogy ez tulajdonképpen csalóka ez a látszat. Ne gondolja a tisztelt közönség azt, hogy most érti a dolgokat. Én inkább azt mondanám, hogy ez a kép, ez a, mint minden országimázs, ez az országimázs is most, amit mi a múltról alkotunk. Tehát az, amit ott Dunaújvárostól a szocialista plakátokig, vagy ezen az oda a titkos rendőrnek a mindenütt jelenlevő tevékenységéről, vagy itt a heroikusan lázadó ellenzéki művész csapatokról, akik csak várják, hogy átvegyék a hatalmat.
ez így egy hamis kép. Én legalábbis azt mondanám, hogy ez a valóságnak csak egy kis része, egy olyan része, ami autentikus és fontos, de nem szabad összetéveszteni azzal, ami ténylegesen volt. Éppen itt van a nagy felejtés, nem csak abban, hogy rácsodálkozhatunk, hogy milyen heroikus módon lázadtak annak idején, vagy milyen értékes és fontos dolgok jöttek akkor létre, hanem abban is, hogy ezt valahogy most megpróbáljuk, már kezd olyanná válni az egész, mint egy történelemkönyv, mint ahol csaták és királyok vannak csak. És külön elővettem az, hogy mi minden történt 84-ben, vagy egy kicsit megpróbáltam utána gondolni. Akkor jelent meg például a kis magyar pornográfia, és hagyj idézzem Eszterházit, a viszket az öncenzúrán megvakarom, mégpedig ott, ahol én akarom. Itt pontosan arról van szó, hogy ezt a rafinált ott létezést, ezt azt javasolnám, hogy ezekben a visszaemlékezésekben és ebben a kiállított és kicsit bombasztikusan egymással szemben álló három világ közepette ne felejtsük el. Én emlékszem arra, hogy ezután, a kiállítás után lementünk a klubba, ültünk egy asztal körül, és itt a fényképek is mutatják időnként, és jót vitatkoztunk, és tulajdonképpen jól szórakoztunk. Nem azt mondom, hogy jó volt akkor, de azt mondom, hogy félrevezető, hogyha csak a titkos rendőr és a heroikus forradalmár és a pártitkár hármasát látjuk a közelmúltban, és ha ez a félrevezető, akkor ebből csomó olyan dolog kimarad, nem az, ami jó volt, hanem az, amitől a dolog érthetővé és a saját helyére kerül. Tehát én például szívesen láttam volna itt a képeknél olyanokat is, ugye ez egy fiatal szubkultúra, amiben ezek a műalkotások születtek, ennek például a rockzene is egy alkotója volt, az István a király, akkor jelent meg szintén 84-ben. Gerő András, amikor visszaemlékezett, akkor ő úgy jellemezte, hogy a nagy magyar kispolgárosodás éve volt ez, ekkor nyílt meg a Skála áruház, ekkor kezdődtek el a környezetvédelmi csaták, ekkor alakult meg a Dunakör, ekkor került hatalomra Grósz Károly is. Szóval azért sokkal bonyolultabb volt ez a világ, azt hiszem, mint amilyen egyszerűen feketén és fehéren itt látni. Én legalábbis történészként ezt kommentálnám most, és még el kell, hogy mondjam angolul is elnézést azoktól, akik már ezt végighallgatták. I want to tell a last comment in English. I want to resume this what I told in Hungarian. I want to disagree with this image of the past. I think that there are many things in the past, of course, which were like that. There were oppositionals. This was a forbidden exhibition. There were spies, and there were stupid socialist propaganda pictures. But to see this as an authentic image of the 1984 of Hungary, I think that would be a very misleading and blinding image. It would be very much like the history books, which only contain battles and some prime ministers, some little pieces of documentation, and wouldn't understand the real system. Because I think the system was much more complex and had other things in it. I quoted Eszterházy's Little Hungarian Pornography, and it's difficult to be translated. It may have been translated, but I don't know the right translation. Anyhow, to show that there was a very sophisticated way of existing and living in this system and making fun of it, suffering it, cooperating with some aspects and refusing some other aspects. There was this year had been named as the year of the great Hungarian bourgeoisement or little petty bourgeoisement by a historian colleague of mine, András Gerő. There was an opening of modern supermarkets, there was a start of ecological activity, there were other types of battles fought. So this image that you see here, I suggest that you consider it as three aspects of a much more complex reality. Just to close this with something that I wanted to add to this, that for me 1984, funnily, was the year of the birth of my daughter. There I get back again to family aspects, which was expressing
not this pessimism, but rather an optimism that things are going to change. And for me, this exhibition was also a sign of change. And for me, that type of reality that you see behind you was even more fake than any other image of the country, Ország image. I think that this you see as a utopia which may not even have existed in 1984, just in the press. Csak befejezem még egy mondattal, egy mondatot magyarul is hagytam, hogy nekem 1984, most visszatérek megint a családi aspektusokra, a lányom születésének az éve volt, Anna lányom születésének az éve, és ez azt is jelentette, hogy optimista voltam 1984-ben. Nekem úgy tűnt akkor, hogy meg fognak változni a dolgok, ebben sokan nem hittek. Akik akkor ismertek, tudják, hogy én hittem abban, hogy meg fog változni, és ez a kiállítás is egy kicsit azt jelölte. Arról nem tudtam, hogy itt dolgozott a titkos rendőrség, de azokról a képekről szintén nem nagyon tudtam. Azok számunkra nem nagyon léteztek. Egy olyan országimázs volt ez, ami akkor se hatott, és azóta is most csak rácsodálkozok, hogy egy ilyen is volt. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Gábor. Thank you.